Köszöntöm Önöket! Ma egy számomra nagyon kedves témáról fogunk beszélgetni, egy filmsorozatról, a címe The Chosen, azaz a kiválasztottak. A sorozat Jézus és követőinek történetét dolgozza fel az evangéliumok alapján, hűen a Bibliához, de mégis abszolút rendhagyó módon. Nemrég elkészült az eddigi 3 évad magyar szinkronja, és ez már a nézők számára is elérhető. Mai vendégem Győri Juli, aki a szinkronizálási folyamat egyik kulcs figurája. Vele fogok beszélgetni. Köszöntelek a stúdióban, Juli, nagyon örülök, hogy itt vagy. Köszönöm én is, hogy itt lehetek. Tehát, aki választottak, majd beszélünk a címről is, hogy hogy kell pontosan fordítani. Miért rendhagyó ez a Jézus ábrázolás? Hát azért ez nem olyan, ugye, mint az eddig megszokott Jézus élete filmek, mondhatjuk teljesen más. Egyrészt ez egy sorozat, tehát sokkal-sokkal részletesebben dolgozza fel a témát, de még mi a különbség? Igen, rendhagyó. Én így felidéztem, hogy én milyen rendhagyó Jézus filmeket láttam már életem során, mert hiszen csinálnak rendhagyó Jézus ábrázolásokat. Uh-huh. Gondolok itt például a Jézus Krisztus szupersztárra, meg volt nagyon negatív tapasztalatom. Igen. Is. Mondjuk a Netflixen volt egy, talán még van is egy sorozat, azt hiszem az a címe, hogy a Messiás. Ezek is rendhagyóak, hiszen eltérnek konkrétan csak az evangéliumnak a történetétől. Na hát a Chosen is eltér olyan szempontból, de nem a történettől, még véletlenül sem. Inkább úgy mondom, hogy kiszínezi, mert karaktert épít. A szövegírók az alapján, amit tudhatnak a Bibliából, az alapján építettek fel karaktert, háttértörténetet ezeknek az embereknek, és tulajdonképpen az Úr Jézusnak a személyét is ettől tették annyira életszagúvá. Igen. És jó értelemben emberivé is. Tehát nagyon-nagyon emberivé, igen. Nagyon azt érezzük, hogyha nézzük ezt a filmet. És azért több eszembe beszélek, mert ezt már nagyon sok helyről, sőt mindenki, aki megnézi ezt, ezt mondja, hogy tehát Jézus teljesen emberként mutatja be. Van fájdalma, van félelme, vagy éppen humorérzéke, kapcsolatban mutatják be őt a tanítványaival, a barátaival. Szóval attól függetlenül, hogy így mutatják be, mégis annyira átjön az is, tehát nem csorpul egy kicsit se az ő isteni személye. Uh-huh. És magának a Bibliának az üzenete, az sem csorbul egy csöppet sem. Uh-huh. Sőt. Tehát, hogy megtaláljuk benne a bibliai történeteket, gondolatokat, sőt, nagyon sokszor használ pontosan szól, az igéket. Igen? Arról szól. Igen. Tehát minden, ami ilyen fiktív történet oda lett téve az egész nagy történetben, az mind azt szolgálja, hogy sokkal jobban megértsük azokat az eseményeket, amik ott 2000 évvel ezelőtt történtek. Tehát kapcsolódni tudunk, és azt érezzük, amikor végignézek egy olyan mély történetet, olyan problémát, ami bármelyik önket érhetett volna. Tehát ehhez tudok kapcsolódni, én is érzem. Igen. Abszolút egyetértek ezzel, amit mondasz. Mielőtt tovább megyünk, nézzünk meg egy rövid kis epizódot.
azért, hogy azok a nézők is, akik még egyáltalán nem látták a sorozatot, kicsit ráérezzenek arra, hogy miről is van szó, hogy tényleg mennyire valóságos, mennyire illetszerű, és mennyire megragadható mindaz, amiről a film szól, és ahogyan bemutatja Jézust. Igen. Maradjatok! Maradjatok! Utat! Ereszetek! Vigyázzatok! Ereszetek! Vagy eldobd! Menjetek innen! Ereszetek! Adjatok helyet! El innen! Adjatok utat! Egy rajtot! És csak egy rajtot! Csak egyszer! Csak a ruhája szegélyét hadd érintsem meg! De! Ismerlek! Oda ne menj! Ne csináld ezt! József Rabbi! József Rabbi! Ez a nő vérzik! Tisztátalan, elzavartuk! Kérlek, kérlek, ígérem, nem érintem meg! Kérlek, asszony, tudunk segíteni rajtad, de nem most! Utat! Utat! Menjetek hátrébb! Ne, ne, csak egy pillanatra, csak a ruháját! Asszony! Mi történt? Mi az? Ki érintett meg? Mindenki húzódjon hátra! Azt kérdeztem, ki érintett meg? Tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg? Mindenki. Valaki megérintett. Éreztem, hogy erő áradt ki belőlem. Akárki volt az, lépjen elő. Tanító. Én voltam. Csak a ruhád szegélyén a rojtot érintettem meg. Nem vagy tisztátalan. Miért a szegélyt? Bocsánat, tudom, meg kellett volna kérdeznem. De ha megérintettél volna, tisztátalanná váltál volna a törvény szerint. Beteg voltam. Már 12 éve. Véreztem, és senki sem tudta elállítani, de hittem, ha csak a ruhád szegélyét megérinthetem. És igazam volt, köszönöm. Ki mondta, hogy tudok gyógyítani? Egy férfi Betesda tavánál. És igaza volt. A vérzés elállt. Leányom. Már nem vagyok senki leánya. Nézd rám. Te igen, az vagy. Leányom. Nem a ruhám volt az, ami meggyógyított. De... azonnal éreztem, ahogy megérintettem. Tudom, de nem a ruha tette, hanem a hited. Tanító, olyan régóta vérzett. Elvihetjük. Már megtisztult. Megáldottál. És tudom, leányom, hogy ez milyen hosszú harc volt számodra. Biztos nagyon kimerített. Menj békével. A hited megtartott téged. Bár tovább itt maradhatnék, de vár rám egy feladat. Más is úgy hisz, mint te.
úgy örülök, hogy megtaláltuk egymást. Hát ugye a vérfolyásos asszony történetét láttuk. Igen, Veronikának nevezték el a sztoriban. Igen, ez is jó egyébként, hogy olyan szereplők is kapnak nevet, meg tényleg egy karaktert, igen, akik a Bibliában csak név nélkül, vagy egy rövidebb történetben szerepelnek. Ez nagyon tetszik nekem, meg önmagában ez a jelenet is nagyon erőteljes. Azt tudom, hogy Dallas Jenkins a rendezője a filmnek, és az ő sztoria is elég különleges, ahogyan belecsöppent, meg ahogy behívták őt ebbe a sorozatba. Mit kell erről tudni? Nem mondanám, hogy behívták. Uh-huh. Inkább azt mondanám, hogy Isten felkészítette őt valamire. Nagyon-nagyon különleges az ő története. Ő egyébként annak a Jerry Jenkinsnek a fia, aki talán sokak által ismert Left Behind-nak, vagy azt hiszem Hátrahagyottak, uh-huh, az a magyar címe, tehát az ő fia, uh-huh, és ő már kicsi korától, már mint Dallas Jenkins, így kicsi korától elmesélte ezt egyszer, hogy a vasárnapi iskolába is. Miközben hallgatta ezeket a sztorikat, azon törte a fejét, hogy de milyen lehetett Jézus így a mindennapokban. Uh-huh. Az abszolút emberi természetes környezetében, uh-huh, igen. Hogyan viccelődött, hogyan játszott. És aztán később, amikor ő már arra készült, hogy filmrendező lesz, ez nagyon erősen ott égett benne ez a vágy, hogy nagyon szeretett volna olyan hitalapú filmeket készíteni, amik minőségében, stílusában igazán nézhetőek bárki számára. Egy óriási mega gyülekezet lehet az a chicagói gyülekezet, ahova ő végül elszegődött, miután már tehát több filmet rendezett, és azért mondom, hogy egy nagy gyülekezet lehet az, mert hiszen ők tudták azt finanszírozni, hogy például ilyen karácsonyi filmeket forgasson le, és az volt ugye a cél, hogy ez a gyülekezet ez finanszírozza, hogy elinduljon ez a hitalapú minőségi filmgyártás, uh-huh, és csinált is egy olyan filmet, azt hiszem az volt a címe, hogy The Ride, amire úgy felfigyelt Hollywoodnak az egyik legnagyobb producere, uh-huh, és megkereste őt, és jött két cég, és összefogtak ezzel a gyülekezettel, és az a nagyon-nagyon vicces, hogy az egyik az egy ilyen horrorfilmeket gyártó cég, a, uh-huh, másik az egy ilyen pankrátor műsorokat, uh-huh, bemutató cég, és akkor így hárman a gyülekezettel megfinanszírozták, hogy ő készítse el az első ilyen nagy filmjét, és hát el is készült, és nagyon ígéretesnek tűnt, és akkor megtörtént a bemutatás, és egy nap alatt a fényes jövő az így teljesen összeomlott, uh-huh, ugyanis egy hatalmas bukás volt, így anyagilag, és Dallas Jenkins összeomlott. És a feleségével tulajdonképpen el kellett, hogy gyászolják azt a fényes jövőt, ami úgy tűnt, hogy vár erre az egész vágyra, hiszen Dallas Jenkins úgy gondolta, hogy ez az ő elhívása. Uh-huh. Ezt a történetét egyébként lehet látni a Chosenben, ezt belerakta, ha valaki már látta, vagy majd megnézi, Nathanaelnek a történetében. Uh-huh. Lehet látni. Igen, az építész, ugye? Igen. Tehát ő világéletében erre vágyott, és úgy gondolta, hogy Isten országát építheti, uh-huh, ezzel a, uh-huh, céljával. És hogy jutott el aztán innen a Chosenhez? És összeomlott. Uh-huh. Őt Isten itt juttatta el oda, hogy teljesen végül
át tudta adni az egész jövőjét. Tehát ő már nem akart többet karriert építeni. A feleségének adott Isten egy olyan biblia részt, a két hal, öt kenyérnek a történetét, amivel Isten azt mondta Dallas Jenkinsnek, hogy nem a te dolgod az 5000 embernek a megetetése. És Dallas Jenkins a feleségével, Amanda Jenkins-tel így nagyon sokat imádkoztak, gyászoltak, sírtak, és ez az ige, ez azt mondta nekik, vagyis ezen keresztül Isten, hogy Isten volt az, aki eljuttatta azokat az embereket abba a szituációba. Uh-huh. Ő megetethette volna őket úgy is, hogy hopot terem az a sok étel az ölükbe. De nem. Tehát meg kellett, hogy éhezzenek, és oda kellett, hogy az ember adja az Úr Jézusnak azt a két halat és amennyit ő kenyeret. Hozzá tudott tenni a dologhoz. Nagyon-nagyon érdekes volt, hogy mondom, először a felesége kapta ezt a Biblia verset, és még azon az éjszakán, hajnali 4-kor Isten ezt erre ráerősített azzal, hogy egy abszolút, tehát alig ismert, ismerős Romániából egyszer csak ráírt, évek óta nem is beszéltek, és ráírt azt, hogy Isten azt mondja nekem, hogy mondjam meg neked, írjam meg neked, hogy nem a te dolgod az 5000 ember megettetése, hanem csak a két hal és öt kenyérről gondos. Ugyanazt az ügét mondta. Ugyanazt, először azt hitte Dallas Jenkins, hogy tehát nézd, hogy lehallgatják a gondolatait, vagy mi történik itt, és akkor elkezdett beszélgetni vele, hogy de hát, hogy meg miért pont most írsz, és akkor mondta, hogy ő más időzónában van. És itt tudott eljutni oda Dallas Jenkins, hogy így feladt, és azt mondta, hogy minden ott van a te kezedben, ez nem rólam kell, hogy szóljon, ez rólad kell, hogy szóljon. És az ő két hala, öt kenyere az volt, hogy ezután júniusban egy kis, tényleg egy ilyen kis összegből egy illinoisi tanyán, farmon, egy barátja farmján leforgatta a The Shepherd, a pásztor című filmet a gyülekezetének karácsonyra, és augusztusban, tehát egy-két hónappal később megkereste őt az egyik vezetője az Angel stúdiónak. Ők keresték meg ezzel az ötlettel, hogy hát látták a filmet, és ők tulajdonképpen nagyon szeretnék nének bele, tehát elindulni ezen az úton, hogy mint amilyen ez a Shepherd, úgy Jézus életéről is legyen egy ilyen sorozat. És akkor nagyon megörült ugye Dallas Jenkins, hogy jó, akkor milyen finanszírozással, milyen háttér, anyagi háttérrel indulhat ez a történet, és akkor mondták neki, hogy hát ők ezt úgy gondolták, hogy közösségi finanszírozással, igen. És hát elhűlt erre az ötletre, de akkor már ott volt benne, hogy Isten, ez a te. És elindult, és tudta azt, hogy az addigi legnagyobb összeg, amit össze tudtak más projektekre így gyűjteni ilyen történetben, mármint közösségi finanszírozásban, az 5,7 millió dollár volt, és nekik néhány hét alatt, úgyhogy a Shepherdet odatették, meg leírták, hogy mit szeretnének, és néhány héten belül 10 millió dollár, 19 millió embertől a világ mindenféle részéről összegyűlt. És tehát amikor ott oda billent a 10 millióra a jel a számítógépen, akkor így összenéztek a feleségével, sírva, hogy igen,
Tehát, hogy itt, a, itt, a, itt az 5000 embernek a, a kenyér és a hal, és ez az első évadnak a létrehozására volt elég. De. Úgyhogy így indult az egész. Akkor nem véletlen, hogy a pólódon is a halak vannak, és mert azért mondjuk véletlen, el, hogy ez a Chosennek a, igen, a, az elején, a film elején, aha, tehát ott fekete alapon, de talán lesznek képek, igen, majd így be lehet mondani, mutatni, mert ott lehet látni, ott ugye úsznak a szürke halak, igen, és, uh-huh, és hát az eredetiben ez a teal szín az, amiben ellentétes irányba, uh-huh, az Úr Jézus, uh-huh, és aztán a tanítványok, uh-huh, akik a kiválasztottak, uh-huh, ezért is többes The Chosen. Igen, ez fontos, mert az angol címet lehetne egyes számban is, meg többes számban is fordítani, de nem csak egy kiválasztottról van itt szó, hanem az egész követőiről, tehát így őket látjuk a filmben. Igen. Viszont ha már számokat említesz, akkor néhány számot említsünk még, hogy hány nézőt számlált meg eddig összesen a sorozat, csak hogy körülbelül legyen valami kis. Több mint 500 millió ember nézte már meg. Egyébként úgy tudják, ugye arról még nem esett szó, hogy hol találják ezt a filmet. Uh-huh. Na, mondjuk akkor ezeket az adatokat. Mert ez fontos. Hát azért tudják a világ összes táján megnézni, mert ingyenessé. Uh-huh. Tehát ezt így indították, hogy szeretnék, hogy ezt ingyen nézhessék az emberek bárhol a világon, és van egy saját applikációjuk. Uh-huh. Eleinte az Angel Studio-nak az applikációján lehetett elérni, uh-huh, a Chosen, most már 2 éve, hogy van saját applikációja, uh-huh, és a Come and See Come and See alapítvány, uh-huh, ahová a támogatásokat lehet küldeni, uh-huh, és ezt is meg lehet az interneten találni, uh-huh, és az applikációt azt pedig le lehet a Play áruházban tölteni, uh-huh, valamint van egy saját tévé is. A lényeg az, hogy lehet applikációban is nézni, tehát mindenféle telefonon letölthető, igen, applikáció, a The Chosen applikáció, viszont ami nagyon nagy hír, és szerintem ez nagyon sokaknak jó hír, hogy nem csak a kisméretű telefonon lehet nézni, hanem valóban interneten is van egy felület, ez a Watch The Chosen, de egyébként én megnéztem is, hogyha csak simán beírom, hogy Chosen, akkor is oda fogok keveredni erre az oldalra, ahol lehet nézni a sorozatot. Viszont már említettél megint egy dolgot, amire akkor szeretnék rákérdezni, ez az adományozás. Mert hogy valóban, igen, az applikációban is, meg a honlapon is, nagyon jól elérhető helyen, ott van az adományozás lehetősége. Ez hogy működik? Hát nagyon egyszerűen ugye felhozza azokat a kérdéseket, amiket ki kell tölteni, uh-huh, és teljesen megbízható, tehát ezt én így saját bőrömön tapasztaltam, hogy abszolút nyugodtan meg lehet adni tehát simán a kártya adatait, uh-huh, az embernek, és akkor ők minden hónapban, uh-huh, levonják azt az összeget, amit beállítunk, uh-huh, és minden alkalommal küldik is az e-mailt, uh-huh, róla, hogyha megtörtént tehát ez a levonás. Úgyhogy abszolút. És hát ugye az első film, sőt, még a második is azért elég kicsi budgetból készült el. A harmadik évadról beszélsz. Igen, évad, mert igen, tehát minden évad 8 részből, okay, áll, 8 epizódból, és összesen 7 epizódot terveztek. 7 évadot? Bocsánat, igen, elnézést. 7 évadot terveztek, abból 3 az már fönt van, 3 évad fönt van az applikáción, sőt, magyar nyelven is most már fönt, uh-huh, van, na, majd erről beszélünk egy kicsit később. És a negyedik évad is az Egyesült Államokban ott már, most már olyan minőségben készült el, hogy már mozikban is
nélkül. Levetíthető, és le is vetítették, és hatalmas kasszasiker volt, tehát néhány napon belül harmadik helyre került az Egyesült Államokban, úgyhogy óriási siker volt. Viszont bizonyos jogi procedúrák miatt ez a bánata szerintem sokaknak, hogy az applikáción nem tudjuk, hogy mikor fog megjelenni. Hát ugye én láttam, és tehát valami csodálatos, nagyon-nagyon gyönyörű ez a negyedik évad. Mert tényleg az első három az egészen elképesztő, és ahogy mondtad, hogy magyar szinkronnal már látható, úgyhogy akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy nektek mi ebben a feladatotok, hogy keveredtetek bele, és hogy készült a magyar szinkron? 2020 végén, vagy 21 elején a fiam talált rá így interneten a The Shepherd-re, és amikor megnéztem, akkor tehát olyan mélyen megérintett, annyira gyönyörűen hordozza az Isten szeretetének az üzenetét, tulajdonképpen egy karácsonyi történet, hiszen Jézus születéséről szól, de egy fantasztikus film, és egyébként meg lehet találni az applikáción, még csak angol nyelven, de meg lehet találni ott, érdemes megnézni, és amikor ezt láttam, akkor ugye feljött a hír, hogy akkor kezdett gyűjtésbe Dallas Jenkins, és beszélt erről, hogy milyen céljaik vannak. És hát én azonnal elkezdtem kutatni az egész után, és amit csak lehetett, elolvastam így interneten, vagy meghallgattam az ő bizonyságtételt, tehát azért is meséltem erről a történetről. És nekem nagyon fontos a Bibliának az üzenete. Most lesz 35 éve, most vasárnap, hogy én az Úr Jézust, mint megváltómat befogadhattam a szívembe, az életembe, és nekem Isten üzenete, Biblia üzenete, az evangélium üzenete nagyon-nagyon fontos, és olyan csodálatos volt azt látni, hogy Isten ezt a filmet, ezt elindította, ezt az embert, ezt ő indította el. Én ezt vettem le mind abból, amit hallottam és olvastam. Ráadásul, mikor néztem a filmet, egyre inkább azt éltem át, hogy még jobban oda-visz a Bibliához, hogy kibontja nekem a Biblia üzenetét. Nagyon-nagyon sokat dolgoznak azon egyébként, hatalmas kutatómunka van így a háttérben, nagyon sok teológus nézi át, ellenőrzi át, egyébként Dallas Jenkins is a Talboton tanult, ő egy evangéliumi keresztény ember, tehát a három szövegíró, tehát Dallas Jenkins, ő a rendező is, egyúttal, és Ryan Swanson és Tyler Thompson, ők is tehát nagyon sokat imádkoznak, elcsöndesednek, és nagyon odaszántan keresik Isten vezetését, amikor magát a szövegkönyvet készítik együtt. Egyébként egy messiás hívő rabbi, egy katolikus pap és a Talbotnak az új szövetség professzora, akikről tudunk, de még más teológusok is vannak, akik véleményezik. Igen, egyébként csak zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy fent van a honlapon, fent vannak ezek a bizonyos kerekasztal beszélgetések, igen, amiket ugye minden epizódhoz rögzítenek, egy igen, egy órás beszélgetést, amikor ezek a kutatók, teológusok, szakértők átbeszélik azt, hogy miért is kerültek bele ezek a háttérsztorik, vagy miért úgy értelmezték és jelenítették meg az egyes bibliai történeteket. Szóval szerintem ez nagyon jó, mert azért vannak olyan dolgok, amik hát mondjuk én lehet, hogy máshogy értem azt a történetet, igen, tehát nyilván mindenkinek van egy egyéni látásmódja, és ők elmondják azt, hogy miért éppen így, igen,
történt, a zárójelbe zárva, tehát csak a nevekhez akartam ezt ez hozzátenni. Nagyon fontos. Uh-huh. És valóban én is így igyekeztem kutatni, hogy ez tényleg így van, meg uh-huh. hát azonnal, ha valami olyat láttam akkor, és nem emlékeztem, szaladtam oda a Bibliámhoz, és uh-huh. fellapoztam, és kerestem, és igen, úgy van. Uh-huh. És akkor a szinkronhoz jutottunk el. Igen, tehát ez volt az alap, és én nekem meggyőződésem volt, hogy Isten akar ezzel szólni a mai emberhez, aki már olyan keveset olvas, és olyan nehezen figyel oda más emberek történetére, és nagyon, tehát a mai ember annyira sok időt tölt el a képernyő előtt, és én úgy éreztem, hogy Isten valami csodálatos dolgot tett ezzel, hogy egy ilyen filmsorozatot indított útjára, hogy megkeresse ezt a tévénéző, a képernyőt néző emberiséget. Uh-huh. És egyszer csak olvashat, vagy hallhattam Dallas Jenkins-től először, mert ő minden évben többször ilyen élő beszélgetésben beszél arról, hogy éppen milyen helyzetben van a filmsorozat, így a támogatóknak, ilyen livestreameken, és akkor említette először, hogy az ő céljuk, hogy 600 nyelvre lefordítassák a filmsorozatot, és legalább 50 nyelvre szinkronizáltassák. Uh-huh. Na, itt akkor én nagyon beindultam, és elkezdtem ostromolni így e-mailen keresztül a Come and See uh-huh. Foundation-t, hogy magyarul is leszinkronizálják, és ugye nehéz áttörni a számítógépes válaszokon, de végül sikerült, uh-huh. és akkor írták vissza, hogy igen, a magyar nyelv benne van ebben tehát az 50 szinkronizálandó nyelvben, és én ezt elmeséltem a férjemnek, aki egyébként nagyon sok keresztény embert, keresztény vezetőt is ismer Magyarországon. És ő lelkészként dolgozik, tudom. Igen, uh-huh. kis egyházat uh-huh. vezet a Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyházát. Uh-huh. És ő annyira nem volt meggyőzve ettől a választól, azt mondta, hogy jó, hát előfordulhat, hogy ez így van, de mi van, ha mégsem, uh-huh. és már sokakkal beszélt arról, hogy fontos lenne, hogy ezt a filmet leszinkronizálják, úgyhogy lenne erre ilyen közösségi akarat, hogy összehoznák a pénzt is, uh-huh. csak legyen magyar nyelven is uh-huh. meg a sorozat, úgyhogy ő, mint az egyház vezetője, és még másik két szereplője ennek a történetnek, írt egy levelet a Come and See Foundation-nek. Az a válasz érkezett, hogy szeretnének beszélni így Skype-on, vagy Messenger-en, tehát élőben férjemmel, és megtörtént ez a beszélgetés tavaly júliusban, július végén, uh-huh. valahogy így, és kiderült, hogy a Come and See már annyira elkötelezett volt, hogy már ott volt egy profi cégnél, uh-huh. És már ki volt fizetve. Tehát ők már elkezdték akkor ezt a szinkronizálása uh-huh. magyar nyelvre. Milyen feladatot kaptatok ebben? De azt mondták, hogy ugye ez egy profi cég, uh-huh. de nem keresztény cég. Okay. És ugye itt nagyon fontos keresztény üzenetek vannak. A Biblia, tehát az első századi zsidó kultúra van bemutatva, amit azért így az írásokon keresztül mi, akik
akik már nagyon is ismerősök vagyunk Isten üzenetével kapcsolatosan, meg hát a férjem, ő teológus, és jól ismeri ezeket a dolgokat, és itt kérte fel a Wendy Lord őt ebben a beszélgetésben, hogy vállalja-e, hogy szaklektorálja a fordítást. Mm-hmm. És ő pedig, mivel én nagyon-nagyon ismerem ezt a sorozatot, meg minden hátterét, lelkületét, a készítőknek kibe a... Kibe vagy teljesen, igen. És kérdezte, hogy én is bekapcsolódhatnék-e, plusz ugye a Székely Pál Domonkos, ő pedig a szinkronizálásban ismerős, és vagy jártas, és hogy ő is bekapcsolódhat-e, és hát szívesen fogadtak minket, és így hárman lettünk az a csapat, akik elkezdtük szaklektorálni, és már készen, teljesen elkészültünk ugye az első három évaddal, ami felkerült most egy pár hete az applikációra, és a negyedik évadnak most már a megtekintőit ellenőrizzük. Az is szinte teljesen elkészül. Tehát reménykedhetünk abban, hogy mire a jogi hercehurca lezajlik, addigra már a magyar, igen. Magyar fordítás is meg. Igen. De jó. Uh-huh. És kik azok a színészek, akikkel dolgoztok? Én felírtam, de egyébként én mielőtt a magyar színészeket itt megnevezném, azért hadd nevezzem meg az amerikai színészeket is, bár meg lehet őket találni az interneten. Hát a főszereplő Jonathan Roomie, ő a másik lelke a sorozatnak, az egyik Dallas Jenkins, ugye, és Jonathan Roomie, aki az Úr Jézus szerepét nagyon-nagyon odaszántan és megimádkozva minden forgatást játsza csodálatosan. Zachar Isaac, Péter, Lara Silva, aki Péter feleségét játsza, Paras Patel, aki Mátét alakítja, Elizabeth Tav is, Magdalai Mária, Brandon Potter, aki a Quintus, George Harrison, ő János, Erika Vari, aki Nikodémus, Vanessa Benevente, aki az Úr Jézus édesanyját, Máriát játsza, és egyébként Jonathan Roomie már forgatott Vanessa Beneventével Jézus filmet. Ez is érdekes, hogy Jonathan Roomie-t is Isten nagyon különleges módon készítette fel, és ő már játszott, sőt, Dallas Jenkins-el is rövid filmet forgatott már az Úr Jézusnak a keresztre feszítéséről a múltban, szóval ezek igen, ilyen tényleg az a karakter dolgok. Így külsőre is, meg lelkületében is. Igen, és ő is kisgyerekkorát, szóval nagyon-nagyon érdekes. És az is érdekes, hogy Isten őt is úgy készítette fel, hogy őt is elvitte arra a pontra, amikor teljesen át kellett, hogy adja abszolút, tehát az abszolút mélypontra, ahol teljesen át kellett, hogy adja magát, és utána jött a Dallas Jenkinsnek a megkeresése így a Chosen-re, hogy vállalná Jézus szerepét, szóval ezek ilyen érdekes történetek, és meg lehet találni ezeket ezeket történeteket én ott fent. Amúgy nagyon sok az applikáción, YouTube-on. És érdemes meghallgatni, ha valaki tud angol nyelven, annak én ajánlom, mert nagyon meggazdagítja az embert, ezeknek az embereknek a története, vagy aki a Nick Zakur, aki a Zebedeust játsza, ő ott a forgatás idején ismerte fel az Úr Jézust,
és adta át az életét. Jó, igen, az sztoria is fent nagyon, van. Nagyon izgalmas, és azt is meg lehet hallgatni. Igen, nagyon izgalmas. És akkor a magyar, akik magyarok dolgoznak ezen a filmen, tehát a Liuno stúdió, Molnár Ilona a szinkronrendező, aki tényleg nagyszerű munkát végzett mindeddig, és hát Jézus szerepét Széles Tamás adja hangját, Magdalai Máriát Tar Judit, Mária Bertalan Ágnes, Quintus Debreceni Csaba, Simon Kékesi Gábor, Tamás L. Nagy Attila, Nikodémos Barbinek Péter, Gájusz Rosta Sándor, András Jaskó Bálint, én őket írtam föl magamnak. Számbori és Soma is benne van. A Soma, ő Fülöp. Ő Fülöp, igen. Uh-huh. És hogy érzed, hogy mennyire sikerült magyar nyelvbe áthozni a filmnek az eredeti üzenetét? Mert ugye a szinkronizálás mindig nehéz, tehát pont akkor a hosszúságú mondat kell, igen, de az igét is csak bele kell oda valahogy passzírozni, szóval igen, biztos nem könnyű. Hogy érzed, mennyire ment ez jól, vagy sikerült? Hát azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok időt odaszántunk. Szolgálatból csináljátok ezt. Igen. Önkéntesként. Igen. Fantasztikus, elképesztő. És, hát egy rész az attól függően, hogy mennyit kell belejavítani, 20-30 órába telik összességében. Aha. Tehát ebben mondjuk benne van az is, hogy a megtekintőket is megnézzük, és még leellenőrizzük. De tehát ez az egyik, hogy nagyon sok idő, a másik, ami abszolút a lelke a dolognak, hogy én magam is azt éltem át, szerintem tehát a Pali meg a Máté a férjem is, de én magamról abszolút elmondhatom, hogy valahogy a Jóisten annyira a kezébe vett, mert tehát nem csináltam én még ilyesmit, meg hogy is lennék erre képes, és valahogy annyira azt éltem át, hogy így jött, uh-huh, és csak sikerült átbirkózni azokat a részeket, és így ünnepélyesen bejelenthetem, hogy szerintem 99%-ban én állítom, hogy át tudtuk hozni az összes legapróbb üzeneteket is. Ez komoly. A poénokat is. Uh-huh. Még az énekeket is. Aha. Szóval, hogy nagyon nekem ez izgalmas volt átélni, hogy jött. Hogy klap volt. Aha. Jött. De tehát, hogy sokat kellett rajta agyalni nyilván. Aha. Szájra menjen, beleférjen, ott legyen. A stílusa is ott legyen. Mert nyilván minden, a lektornak ez a feladata, hát, hogy igen, az mondjuk a poénok, meg a, uh-huh, igen, tehát az is a nehezebb az, amikor egy-egy üzenetet kell oda betenni, hogy az úgy jöjjön ki. Igen. Sokszor szójátékok vannak benne, ami ugye nyilván angol nyelven másként jön ki. Szóval nagyon hálás vagyok, és én így csodákat éltem át. De jó. Hát amúgy ezt vissza tudom igazolni, mert ugye én is végignéztem a felelhető epizódokat, az első három évadot, és egyszer se volt olyan érzésem, hogy jaj, itt most biztos nem így mondta, vagy most ezt a szót nem így használtam volna, vagy most ezt az üzenetet nem értettem meg. Tehát, hogy én, mint néző, abszolút vissza tudom igazolni, hogy a szöveg teljesen együtt, hogy mondjam, folyik a képpel, az üzenettel, tehát, hogy az egész nagyon-nagyon nagyon gördülékeny, nagyon befogadható, nagyon kellemes, úgyhogy ezt olyan jó hallani, és ezért imádkoztunk egész végig, és remegett a szívünk ezért. De jó. Még egy utolsó kérdést hadd tegyek fel, mert hát nagyon izgalmasak a forgatási helyszínek is. Most például a harmadik évad végén, hát spoiler, de a vízenjárásnak a jelenetét felvették. Hát az külön érdemes megnézni, egy külön kis film van róla, elképesztő. Szóval, hogy hol készülnek a felvételek? Gondolom sok helyszínen, de hogy mégis van-e valami jellemző? Texasban, a Capernaum stúdióban készült
plusz Utahban, a Goshen Movie set helyén az első két évad, és a harmadik, negyedik évad az már, tehát egyrészt itt, másrészt a Chosen-nak felépülhetett Texasban, Midlothian-ban egy állandó otthona, azt meg is lehet egyébként nézni, mert készült egy ilyen izgalmas drónos felvétel, igen. És meg egyébként kimentek forgatni, tehát a szabad természetben valami, mondjuk egy tónál van felvéve. Például ez a jelenet, amiről beszélsz, egy ilyen hatalmas medence, és megcsináltak úgy, tehát végig lehet nézni, hogy készítették, igen, elő, de ugye nyilván egy nagy tónak a viharát is lefilmezték, és akkor úgy rakták össze az egész jelenetet. És egyébként itt kitérek arra így a forgatás, hogy hol készült, mert van Dallas Jenkinsnek és a feleségének egy ilyen mondás, hogy a Red Sea Moments, és ez ugye tehát arra emlékeznek, amikor a bibliai történetben ugye ott áll Izrael népe a Vörös tengernél, és hát sehova nem tudnak menni. Ott van mögöttük a fáraó serege, és teljesen lehetetlen a helyzet. Emberi segítség, tehát itt már, igen, emberi ötlet, igen, semmi nincs. És hogy a film, hogy mennyire Isten kezében van, és erre emlékeztette Dallas Jenkinst is, és megtartotta őt abba, hogy egy fél pillanatra se akarja ő a kezébe venni az irányítást, vagy azt gondolni, hogy na tessék, micsoda sikerünk van. És azt hiszem Dallas Jenkins nagyon hálás ezért. Tehát, hogy megmutatta többször Isten ilyen Red Sea Moments-ekkel, hogy az ő kezébe van, és ő nyitja meg a tengert, és éppen két ilyen helyzet az így annak kapcsán, hogy ugye kint a természetbe forgatnak. Az egyik az olyan volt, hogy akkor is csak egy napjuk volt arra a forgatásra, mert az utazás, meg ugye az alacsony budget színészeket nem tudták megfizetni, úgyhogy ott maradjanak annyi napra, meg el voltak kötelezve. Szóval két ilyen eset is volt az egyiknél. Egyszerűen olyan volt a napállás szöge, és úgy kellett fölvenni a filmet, hogy a napnak csak 20 percnyi olyan időszaka volt, amikor azt meg lehetett csinálni, azt a felvételt. És különböző események okán, és ez egy 15 perces felvétel volt, és amikor történtek, végül lecsökkent ez a felvételi idő 15 percet. Tehát a 15 perces felvételre 15 perc, és elkezdték venni. És még a kamera is elsötétült. És teljesen vakon vették fel. Annyi volt. És amikor visszanézték, valami gyönyörű lett. Ez a második évadnak, azt hiszem a harmadik része talán, amikor Jézus egész nap gyógyít. Ja, igen. És ilyen alkonyati esti fényben lehet látni a tanítványokat, ahogy beszélgetnek a tűznél. Gyönyörű az egész felvétel, és így készült. Akartam az előbb mondani, hogy Red Sea Moment ugye azt jelenti, hogy vörös tengeri pillanatok, tehát az az élmény, hogy Isten megnyitja a vörös tenger. Csak igen. A másik az pedig egy ilyen ködös esek volt, amikor Péter és András a csónakba, és azt ugye ott kellett fölvenniük annál a tónál, és egyszerűen
egész állónap olyan masszív köd volt, hogy úgy volt, hogy jó, vége a napnak, össze kell csomagolni, és menni kell haza. És vártak, és hiába, és az utolsó, tényleg ilyen utolsó pillanatokban egyszer csak így, mint az ég nyílt volna meg, teljesen elment, felemelkedett a köd, elmentek a felhők, és le sikerült tudták forgatni. És ott is úgy volt, hogy valamelyik színész már másnap utazott el más forgatásra. Szóval ezek, és nem egy ilyen eset volt, amit így végig kellett izgulni a Dala Jenkinsnek, és Isten megmutatta azt, hogy de ő viszi véghez. Szuper. Hát akkor maga a forgatás is tele van csodákkal ezek szerint. Bizony. És az is nagyon jó, hogy ezekből többet elmesélnek szintén az applikációban, a honlapon. Szóval én személy szerint nagyon élvezem ezeket a plusz tartalmakat is, amiket ott lehet látni, meg a színészekről, kis háttérsztorik, úgyhogy nagyon komoly munkát végez a csapat, tehát amit így elénk tárnak, és hogy mindez ingyenesen, egészen elképesztő. És hát nagyon komoly munkát végeztek ti, és nagyon szeretném megköszönni, én, mint néző is, felhasználó, fogyasztó, élvezője a sorozatnak, azt, hogy már magyarul is látható, és hát biztos, hogy sokkal-sokkal több emberhez eljut így, mint ahogy eddig volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Júli, hogy mindezt elmesélted. További sok erőt kívánok nektek ez a munkához, és hát reméljük, hogy akkor minél előbb láthatjuk majd a negyedik évadot is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm, hogy ma is velünk voltak. Engem nagyon fellelkesít ez a sorozat. Reméljük, hogy nem sokára láthatjuk a negyedik évadot is, de addig is nézzék az első hármat, meg a sok-sok izgalmas tartalmat a felületükön, és ha van lehetőségük, akkor csatlakozzanak az adakozók közé is. Köszönöm, hogy itt voltak. Találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra.